Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést: mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát és mit fog tenni. A gondolatait itt felül és alul látjuk. Itt vannak külső befolyások, támadások, látható a szomorúság, itt minden összetörött, ami a múltat illeti, de azért van remény, mert itt a két kávés csésze, az jelenti a jövőt, jelenti a víz elemét, az érzelmeket, hogy itt lesz közeledés, egy szép párkapcsolat. Ami az érzelmeit illeti, azt itt látjuk bal oldalon, benne van egy szűkös helyzetben. Vannak nála még félelmek, bizonytalanságok, különösen ezeknél a támadásoknál. De mégis valaki átnyújtja számára ezt az arany érmét, ez lehet egy anyagi segítség, egy jó ajánlat, ami a munkát illeti, vagy valaki mutatja azt, hogy mennyire értékes. Például lehet, hogy te mondod majd ezt neki, hogy ő értékes számodra. Szerencse lesz, hiszen itt a csillagok szerencsét hoznak. És mit fog tenni, az itt látható, közeledik hozzád. Itt a lepke jelenti a lelki dolgokat, egy ilyen lelki kapcsolatot kettőtök között. Itt van a forrás, az intuíciód, de jelenti a mély érzelmeket is, és a szerelmes pár utal arra, hogy összetartoztok. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Milyen kihívások vannak nálam? Ezt ő rendezi, hiszen a lilium az jelenti a tiszta gondolatokat, tiszta érzelmeket. Itt a viták után tisztázódnak bizonyos dolgok. Mi az, ami téged vagy őt elszomorít? Ez hamarosan elmúlik, hiszen újra megjelennek a csillagok, és jelent egy szerencsés fordulatot. Miért van ebben a szűkös helyzetben? Hát itt van a kígyó, ez lehet egy hamis nő, aki befolyásolja őt, és le akarja zárni ezt a kapcsolatot. Itt látható ez az arany érem, jelenti az anyagiakat, a munkát, vagy a belső értékeket. Mi értékes számára, vagy milyen segítség lesz? Itt a kereszt jelenti a hitet, hisz abban, hogy itt lesz, meg lesz a biztonság érzete, hiszen ez az arany érem erre is utal, a föld elemére. Azon kívül ez a kereszt jelenti az ő döntéseit, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, és lezárja a kapcsolatot ezzel a nővel. És mi hoz még szerencsét? A nyitottság, hogy ő nyitottan beszél majd az érzelmeiről, vagy itt kinyílik egy ajtó, lesznek lehetőségek, ez lehet egy munkahelyi változás is, hiszen az arany érem jelentheti a pénzt, a munkát. És itt van ez a belső forrás, azon kívül vannak itt mély érzelmek. A virágcsokor jelenti a szépséget, hogy megvan nálad ez a szép belső forrás. És ti ketten, mint egy szerelmes pár, itt változnak a dolgok, ez lehet egy költözködés is.
és hogyan közeledik hozzád. Már útban van hozzád, hamarosan odaérkezik hozzád. Az ő jelenlegi helyzete, itt lesz egy meglepetés, lesz egy fordulat, lesznek változások, és a te jelenlegi helyzeted itt megvan a stabil párkapcsolat, ahol te is le tudsz horgonyozni. A horgony jelentheti a munkát, hivatást is. Lehet, hogy ott is lesznek változások. Ami őt illet, ezzel a kasszával el tudja vágni ezt a kapcsolatot, lezárja ezt a kapcsolatot, sőt, a kulcs segít ezt lezárni. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!